Kedves vendég, köszöntjük szeretettel városunkban, abban a városban, mely ebben az évben lesz 10 éves. A 6000 lélekszámot meghaladó lakosság 4 település részen él. Az Öregfalu, az Újfalu, az Újtelep tartozott a régi idők hangzatos település részeihez. A 90-es évek derekán megkezdődött a rendkívüli építkezési kedv, mely mára már kinőve magát, Kozár Michelin kertvárosias övezete lett. Az ide betelepült fiatal családok adják városunk átlag életkorának, mások által irigyelt értékét, a 37 évet, így váltunk a fiatalok városává. A mindenkori városvezetők igyekeztek az infrastruktúra kialakítását is megteremteni, és az egyre gyarapodó létszámot igazítani. A házak közkomfortosak, az egészségügyi ellátás teljes körű. Bölcsöde, óvoda, iskola neveli és oktatja kicsinyeinket. Városunk művelődési és kulturális életének központja a Művelődési Ház, mely termeinek leterheltsége mutatja az aktív civil életet. A Művelődési Ház melletti tó a közös együttlétek, a testmozgás és a szabadidős foglalkozások kulturált helyszínét biztosítja. Közösségépítő hitéletünk 3 templomban folyik. Az Öregfaluban római katolikus, az Assisi Szent Ferenc rendi templomban a ferences nővérek élete szeretettel összefonódik a katolikus közösséggel. A városházával szemben álló református templom fiatal lelkészasszonya szolgálatával megsokszorozta a templomba járók számát. A helyi iskolában hittanoktatás is folyik. Havi egyszeri alkalommal evangélikus igehirdetés is van a református gyülekezeti házban. Ugye nem veszik szerénytelenségnek, ha visszakanyarodunk a mai délelőtt együttlétéhez. 3 szomszéd megye találkozóján vagyunk együtt. A program kiötlője és meghívója a Kozár Michelini Nyugdíjasok Egymásért Egyesület. Egyesületünk 21 éves. Létszámunk az évek során igen hullámzó volt. Jelenleg 104 főt számlálunk. Szívesen töltjük együtt a szabadidőnket. Hosszú évekkel ezelőtt célt is adtunk az együtt töltött időnek. 2 énekkarunk gyűjtötte be a jó hangú társainkat, vannak verset szeretők is köztünk, a humorral megáldottak, tréfás jelenetekkel is előrukkolnak. A legfiatalabb vállalkozásunk a Rongyláb Nagyik névre hallgat. Kipróbáljuk magunkat fesztiválokon, itthon és külföldön, klubközi találkozókon, megye határokon innen és túl. Kedves elismerésekkel is rendelkezünk, de ezekkel nem dicsekszünk. Az önök a ti tapsaitokban bízva kívánunk kellemes szórakozást itt Kozár Michelinben. Nagyon jó szórakozást kívánok, színvonalas rendezvény, és továbbra is segítség a fiatalokat, a családokat, mutassák meg azt, hogy hogyan lehet értelmesen, egészségesen, tartalmasan eltölteni a nyugdíjas éveket. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk ebbe a fiatal, sportos, dinamikus kisvárosba, Kozár Michelinbe. Köszönöm, gyönyörűen! A mai nap Somogy-Tolna Baranya megyék készfogásáról szólt, az újbóli készfogásáról, mert ez a jó kapcsolat már körülbelül 15 éve, 20 éve kezdődött, aztán egy kicsit ellaposodott, és most újraélesztettük. Nagyon sokat gyarapodtunk lelkiekben is. Én úgy gondolom, hogy szüksége van egy régiónak egy kitekintést kapnia egy másik régió kulturális munkáját illetően. Szálljon,
tulajdonképpen azon túl, hogy együtt voltunk, találkoztunk, tulajdonképpen Somogyból most 3 klub jelentkezett, el is mondhatjuk talán, Mesztegnyő, Várda és Kaposvár, aztán Pécsvárad, illetve Bonyhád volt a részese ennek a délelőttnek, és hát természetesen a háziak. Tudja képzelni az az ember, aki csak idézőjelben hallgatóként ül be, hogy milyen munka folyik e mögött. Egyrésztről a vezetőknek, tehát a tánckar vezetőnek, az énekkar vezetőknek, a kórus vezetőnek az a munkája, hogy összeszedje azokat a műveket, amit rá tud szabni az énekkar, illetve tánckari tagokra. Rengeteg munka van vele, azt adaptálni, azt megtanítani, azt betanulni. Ehhez hozzátartozik még a megfelelő megjelenés, a ruházat, ókor máskor jelmez, és ehhez azt kell, hogy együtt domhagyjon a szívünk, ez nem megvan, és úgy vagyunk, hogy egyikünk elkezd egy félmondatot, a másik hozzáteszi, és abból alakul ki egy olyan kerek egész, amit bárhova szerintünk, bármikor, bárhova elvihetünk. Ott áll a lány, s a vizet issza. És keservesen sírni kell, de én nem bírom kiinni ezt. Ha mindig ennyit inni kell, a fészkes fene lesz modell. Tudni kell a kedves nézőknek is azt, hogy a 60-as években kezdődtek meg a nyugdíjas kluboknak a szerveződése. Azt a kedves hölgyet is ide hívtuk, akit úgy hívnak, hogy Toller Marika néni, aki abban az időben egy motorosa volt ennek a szervezésnek, és voltak itt olyan régi hölgyek, akik klubvezetők, akik már akkor Marika nénivel együtt részt vettek ezeknek a kluboknak a megalakításában. És tulajdonképpen én 21 éve a megalakulástól vagyok a helyi nyugdíjas egyesületnek az elnöke, és már a mi bölcsönket is Toller Marika néni ringatta. Én most már ugye a tinédzser koromat éppen megöltöttem, úgyhogy a tinédzser kor már elmúlott, de azért nagyon szép volt. Ugye még mikor Lengyelországban voltunk, mi még koszorút is kaptunk ketten, mert mi tartunk a legöregebbek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy főleg a szint a helyiek vitték be, bele a délelőttbe, mert általában népi jellegű egyéb fellépéseket láthatunk, és ezért örülök, hogy a mi csapatunk fölismerve azt, nagyon szépek ezek a népi dolgok, de ha az ember már töményen hallgatja őket, mondjuk nem a mai délelőtről beszélek, hanem egy Ki mit tud, vagy egy fesztivál erejéig, akkor egy kicsit, most tényleg bocsánatot kérek, unalmassá válhat. És ezt felismertük mi aztán itt helyiek, és country táncot találtunk ki, Charleston-t is beiktattunk a repertoárba, és ezzel színesebbé tettük a néptáncot, függetlenül attól, hogy nagyon szeretjük a néptáncot is. Azon túl, hogy végig örömködtük egymás fellépését, remélhetőleg, hogyha most a nem fehér asztal, hanem kockás abrosz mellé leülünk, akkor tulajdonképpen tapasztalatcserét is tudunk folytatni a klubvezetőkkel. Amen.
most már megkaptuk Várda polgármesterétől is, hogy meghív bennünket, Kaposvártól is, megkaptuk Mesztegnyőtől is a meghívást, úgyhogy úgy nézem, hogy ismét elindult valami, és hát én kívánom, hogy Somogy Tolna és Baranya ismét kezet fogjon egymással.